Magában az, hogy Budapestről indultunk, autóbusszal utaztunk egy teljes napot, 800 km-t kiszálltunk az autóból, és magyarok fogadtak minket Gyimesbükkön, de önmagában hatalmas semmi volt, azok számára főleg, akik nem jártak még Erdélyben, és hát ez nem magában sokat mond, és utána pedig vége, mert jártunk minden település, minden faluban fogadtak minket sok szeretettel, városvezetői, a településeken lakók, és mindenhol volt kicsi ajándék, kicsi öröm, hogy megérkeztünk. És most Kolozsváron vagyunk, most még 3 napja. A nap sőt, az orrunk a szén éget, akkor jöjjünk úgy szintén, gyönyörű időnk van. Ennél szerintem is lehetne álmodni. Olyan tájákon jövünk, olyan szép utakon jövünk, amit csak álmodni lehet a kerékpárosnak. Szomorúak is vagyunk, hogy hamarosan átérünk Magyarország területére, és attól kezdve Alföldön kell majd végigmennünk a síkságon Budapestig. De hát a túra erről szól, megérkezünk egyszer csak Gyimesbükktől Budapestig. Milyen érdekes történések voltak? Volt-e valamilyen különlegesség? Volt-e valaki, aki azt mondta, na, hogy már nem bírja tovább, vagy még nem történt ilyesmi? Hát hatalmas hősökkel megyünk, ezt el kell mondanom, hisz itt talán látszik a háttérben, hogy itt a bringásoknak a túlnyitősége nem sportoló. Van, aki a főzőkanál mellől jött el a otthonról, vagy tehát mindenki, mindannyian megvan a saját civil foglalkozása, szabadsága terhére jöttek, sokan 60 év fölöttiek túrázók közül, és igazi nagy, hatalmas szívvel tekernek mindannyian. Hát bizony ma azért, most 3 nap után sokaknak nagyon nehéz volt az utolsó 20-30 km a kömény emelkedőnkről föltekerni, és csak holnap jön pád is, ugye? De úgy tűnik, hogy mindenki bírni fogja. És ezután már elmondható az, hogy jövőre is lesz határon túra 2012 ebbe az esetben? Hát most már ugye a másodikon vagyunk majdnem, túl sok a felénél, féltávon nagyjából, de azt gondolom, hogy akkor sikere van az összes részvevő között, hogy jövőre is jövünk, jövőre is teljesítjük ezt a túrát, hogy pontosan merre, pontosan, hogy ezt nem tudjuk még, de mindenképpen szükség van egy ilyen határon átnyúló kerékpáros rendezvényre. Már teker csapat, amit én szerveztem az idén, hozzá csatlakozott a határon túli túrához, amit 2011-ben szerveznek Magyarországról, a Gyimesbük és Budapest között. Szerencsénkre, hogy érinti Kolozsvárt is áthalad. Ma például mi csatlakoztunk a szervezők közé és a csapathoz, ami jött Szászrégenből Mocs községnél. Velük tartottunk egészen ide Kolozsvár főtereig, a Mátyás szobor elé és a Szent Mihály templomhoz. Mi sajnos csak 10-en tudtunk összegyűlni ma, mert különböző túrákon voltunk és el voltunk foglalva, fáradtak az emberkék a csapatból. Fantasztikus élmény az, hogy lebiciklizél 200 emberrel. Én még voltam versenyen, 4000 ember volt, de így, hogy túrázni 200-al, 150-200 emberrel soha nem voltam. A szervezés az fantasztikus. Meg szeretném köszönni a rendőrségnek, hogy milyen profin védte és kísérte a csapatot végig. A magyarországiakat abból a szempontból szeretném megdicsérni, hogy fantasztikus szervezés, étkezési pontok, autóval, elől, hátul, motorbiciklisek felügyeltek. Ez egy élő példa, megint leckét kaptunk mi itt Romániába, sajnos, és remélem, hogy ezentúl a leckékből tanulni fogunk. Hát nem hittem volna, hogy Romániába egy külföldi rendezni fog egy ilyen túrát. Szeretnék egy, most már megmondom, Kolozsvár, Budapest, Pécs túrát rendezni. Jövőre? Jövőre remélem, hogy meg fogjuk tudni szervezni. Annyira felbúzított ez az egész.